Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió magazinműsorát látják. Mai műsorunkban beszámolunk a kisteleki betlehemezők csapatának horvátországi kirándulásáról, ellátogatunk a Gipó cirkuszt kisteleki fellépésére, és Harangozó Imre néprajzkutató Öntsünk tiszta vizet a pohárba című előadását is megtekintetik. Tartsanak velünk! Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által szervezett nemzetközi betlehemes verseny első helyezéséért járó horvátországi jutalomnyaralásán vett részt a kisteleki betlehemezők csapata. Harmat József hitoktató, kántor, stábunknak foglalta össze a külföldi tapasztalatokat, az utazás élményeit. A kisteleki betlehemezők csapata Horvátországban járt, ahol egy jutalomnyaraláson vehettek részt. Milyen élményekkel gazdagodtak? Hát július 10-én indultunk, külön buszt kaptunk, és a mi csapatunk, aki ugye hetedszerre megnyerte a nemzetközi betlehemes versenyt, ezt a jutalomkirándulást már hetedszerre élvezhettük, de mindig más főszereplő gyerekekkel indulok útnak, és hát nagy várakozással néznek mindig a gyerekek elébe, mert nagyon sokan nem jártak még a tengernél. Elindultunk este, úgyhogy már reggel ott is voltunk a tengerparton, egész nap, első nap a tengerbe töltöttük az időnket, kiseletett a gyerek parancsolni, pedig jó meleg időnk volt, és nagyon élvezték ugye a tengernek a vizét. Akik először látta meg a kék hatalmas tengert, akkor nagyon csodálkozott rajta, hogy mekkora is ez a Balatonhoz képest, mert a Balatonnál már többen nyaraltak, és hát itt töltöttük a napjainkat. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány írja ki ezt a versenyt, ő biztosítja nekünk a szállást. Az alapítványnak van ott Baskaboda gyönyörű hegy oldalában, ez egy 2000 méter magas hegy oldalában egy szállás, és ott van a központ, ahol mi minden este oda tértünk vissza, de napközben minden nap máshova kirándulni vittek bennünket, bevettük Omis városát, a kalózok világhírű nagy fellegvárával, ott egy gyönyörű folyóban a Cetina kanyonban motoros csónakokkal mentünk a gyerekekkel, és csodálkoztunk, hogy milyen gyönyörű is magas ez a kanyon, és a hegy oldalában azt is elmesélték nekünk, hogy régen itt vették fel a Golygó Mítis indián filmeket, úgyhogy még láttunk ilyen lőállásokat is, amik megmaradtak. Majd következő nap elmentünk Splitbe, a világ híres nagy kikötő városba, ahol csodaszép hajókkal találkozhattunk. Onnan egy 500 fős nagy sétahajóval mentünk egy tulajdonképpen lakatlan szigetre, Brács szigetére, ahol gyönyörű az a sziget, gyönyörű lagúnák vannak benne, szinte szaunáztunk, forró volt a víze nagyon ebben a kis lagúnákban, és maga a sziget pedig tényleg háborítatlan, és a természet szépségét élvezhettük. A gyerekek nagyon búvárkodtak, keresték a halakat, rákokat, mindenféle tengeri szörnyeket találtak, és nagy meglepetésükre, amikor a kagylóba léptek, akkor rátaláltak arra is, hogy itt rengeteg kagyló van, úgyhogy rengeteg kagylót hoztak ajándékba a gyerekek. Aztán voltunk Makarszkán, ez is egy kiránduló város, nagyon sok magyarral találkoztunk ott, és ott élvezhettük Makarszkának a strandját egész nap, tehát ott is a vízben töltöttük, ott még ugrálóvárat is béreltünk, és a gyerekek hát nagyon élvezték az ugrálást a tengerbe, és így telt el a 8 nap rajtunk. Hát nagyon-nagyon jól főztek ránk, magyar szakácsok vannak ott, az alapítvány oda visz 2 magyar szakácsot, mindig az Imre bácsit, meg a Józsi bácsit, és ők aztán mindent kitettek este, mindig, amikor visszaértünk a táborba, addigra finom meleg vacsora várt a gyerekeket. Hát a tenger vize jó kiéheztetett bennünket, úgyhogy nagyon jó lakmároztunk, és utána este a vacsora után mindig volt egy bemutatkozó est, ugyanis nem magunk voltunk, hanem a versenyből még másik 4 csapattal Kárpátaljáról jöttek, Sáros-Orosziból, Visk falucskából, Munkácsból 2 csapat, és velük ismerkedtünk meg. És mi is bemutatkoztunk, mi is öregbítettük Kistelekváros hírnevét, én csináltam egy verses bemutatkozót, és azt adtuk elő, nagy sikert arattunk vele. Aztán így eltelt gyorsan a 8 nap, és amikor haza kellett jönni, akkor már hát nagyon nem akartunk, mert a jó idő ellenére még maradtunk volna, mert akkor már nagyon fölforrósodott ott is az idő ránk, de a tengervíz az csodálatos volt, és hát nagyon gyorsan eltelt a 8 napunk.
Hány gyermek vett részt ezen a nyaraláson? Összesen 20-an voltunk, és hát a betlemes csapat, ugye itt, ha valaki megnézte az előadásunkat, minden évben körülbelül 100 gyerekkel betlemezek, ebből a szöveges főszereplőket választotta ki, a legjobb szereplőket a zsűri, mint minden évben, és ők kapták meg ezt a megtisztelő jutalomnyaralást. És kicsit visszatérve ide a betlehemezők sikerére, mekkora siker ez valójában? Hát nagyon nagy siker, évek óta csináljuk ezt már, hát én 33 éve betlehemezek itt Kisteleken gyerekekkel, és már ősszel, amikor megkezdődik az iskola, akkor már rögtön jönnek a gyerekek és tanár úr, akkor írjuk már a forgatókönyvet, én szeretnék benne szerepelni, tehát mindenki elsőtől 8-ig nagyon jobb, sőt középiskolásaim is szerepelnek benne. Hát a város meg nagyon vár bennünket, szinte minden egyesület, szervezet, intézmény megnézi a betlehemesünket, vagy a templomba, vagy mi megyünk el az idősek otthonába is, vagy a nyugdíjas klubba elvisszük, és ezért hát a betlemes versenyben komoly pontokat is tudunk szerezni, úgyhogy örülök neki, hogy Kistelek városa igényt tart erre a szép, több mint 600 éves hagyományra. Idén mikor kezdődhet meg a felkészülés a betlemezésre? Hát most, hogy jöttünk vissza már a busszal, a gyerekek mondták, hogy ugye ők jöhetnek jövőre is szerepelni, mert ők szeretnének Horvátországba jönni jövőre is. Mondtam, hogy persze, írni fogjuk újra a forgatókönyvet, én még soha nem adtam elő ugyanazt a betlemest, tehát mindig aktualizáljuk egy kicsit a történetét, Jézus születésének az előadását, és hát ahogy megkezdődik az iskola, akkor én már szoktam imádkozni azért Istenhez, hogy adjon valami új témát, hogy bele tudjuk ágyazni a történetet, és utána hozzákezdünk, úgyhogy október-november, akkor már megszületik a szövegkönyv, és aztán már kezdjük a próbákat, és hát december elején mi már betlehemessel indulunk különböző intézményekbe. A 2011-ben alakult etnopánkot játszó szegedi formáció, a Gipó Cirkusz is fellépett a kisteleki augusztus 20-ai rendezvényen. Az együttes tagjai stábunkkal osztották meg, hogyan találkoznak a balkáni etno, a gypsy, valamint a punk műfajok a zenei világukban. Neved? Oh. Velcsev Lenov Kosta. Mutassuk meg a kamerának is. A 2011-ben alakult szegedi Gipó Cirkusz is ellátogatott Kistelekre. Az államalapítás ünnepére milyen műsorral készültek itt a mai napon? Ha jól tudom, egy 40 perces műsorunk lesz, és kicsit rövidebb lesz, mint a megszokott, viszont próbálunk energikusan és új dalokkal is készülni. Többféle városban, különböző koncerteken találkozhatnak veletek. Hol fogtok fellépni még itt az év folyamán? Ami két-két fontos helyszín van ebben a hónapban, amikre egyrészt nagyon büszkék is vagyunk. Az egyik az az, hogy Veresegyházára a Gypsy Kings elé kaptunk meghívást, ahol csatlakozni fog hozzánk Szirota Jennifer is, úgyhogy három dalban fog velünk a színpadon állni Jenny. Utána pedig a színen, a pénteki napon leszünk 22 órától a világzené színpadon. Szétszélettek a szüleim, és nem is bánom, péntek este pálinkával, családom várom. Összetört már minden emlék, újakat szerzek, megszokásból sírdogálok, hosszabb már nem lesz. A zenekar többségében etnopunkot játszik, de mi is ez a műfaj valójában? Igazából az etnopunkot kiegészíteném azzal, hogy nagyon kevert és több európai és egyéb más műfajok is megkerülnek ebben a zenében. Mostanában inkább a pop felé is elnéztünk, viszont ez annak is köszönhető, hogy mi is szeretjük a jó pop dalokat és a jó zenét, viszont az etnopunk szerintem magában az esztemozásában és magában abban az ütemességében van, és a mondjuk úgy, hogy sok elvokálok és az üvöltésekben. A zenekar nagyon népszerű, de a mai koncertet kinek ajánlanátok? A népszerűsége a zenekarnak talán részben azon is áll, hogy ezt az ollót, amivel a különböző műfajok között tudunk szörfölni, igen tágra tudjuk nyitni ezzel, különböző korosztályoknak is megfelelő dolgokat, vagy jobban tetsző dolgokat tudunk egy koncertműsor alatt adni. Talán ez a punk terminus technicus, ami sokszor előkerül velünk kapcsolatosan, részben erre is érthető, hogy bátran nyúlunk olyan zenei műfajokhoz,
amik mondjuk három dallal azelőtt még nem valószínű, hogy benne lettek volna valakinél a pakliba, hogy egy olyan műfajú dallal fogjuk folytatni. Cirkusz koncertjei élőben zajlanak. Miért tartjátok fontosnak, hogy ne playbackről énekelgessetek? Mindenféleképpen nagyon szeretjük az élőzenét, és azt is, hogyha azokban esetleg, ha hibák is megjelennek, de az emberiség, hogy megmaradjon az, hogy ez kommunikáció ember és ember között, néző és zenész között, közöttünk is ugyanúgy a színpadon, hogyha valaki éppen máshogyan játszik valamit, nem éppen az album verziót, akkor is látjuk azt, hogy tudunk egymással úgy kommunikálni, hogy az szórakoztató legyen valahol. Meg lehet hallgatni az album verziókat is, azok azért készültek, hogy szórakoztató legyen, aki éppen nem tud eljönni, vagy aki azokat szereti jobban, viszont az élőzenében megvan az a varázs, hogy itt bármi megtörténhet, lehet hosszabb egy dal, lehet rövidebb is akár. És ha már a kapcsolatok, hogyan zajlik a mindennapi munka a zenekar életében? Ez Gellértnek az érkezésével igencsak felborult, ugyanis a régi személyes kontaktpróbákat felváltották a Messenger videóhívásos dalírások, a különböző jegyzetek küldése, a dalszöveg Word dokumentumok oda-vissza küldözgetése, de akár gondolhatnék arra is, hogy egy-egy rajz vagy egy-egy motivumból hogyan küldjük egymásnak az ötleteket. Kevesebb alkalmunk van így, hogy Gellért Leányfalun lakik, arra, hogy ezeket mindet személyesen tegyük meg. Ez részben nem mondanám, hogy feltétlen kellemes, viszont azt az időt, amit sikerül együtt töltenünk, azt az időt, amit mondjuk próbára, vagy próbatermi munkára, vagy akár stúdió munkára kívánunk szánni, azt sokkal jobban megtiszteljük, és sokkal jobban megbecsüljük. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha valamit a Covid alatti lezárásokból tanulhattunk, azt mi igyekeztünk ilyen házi feladatként akkor elvégezni, hogy ne szabjon annak határt, hogy a kreatív koncepciónk hogyan tud épülni, és hogyan tud kiépülni, hogy milyen távolságok vannak ilyen szempontból közöttünk, ha már ennyire egyszerű ezeket a dolgokat használni. És kicsit a jövőről. Mit hozhat a jövő a zenekar életében? Mindenféleképpen egyre több és több új dalokat, ezt ugye akár közösen is, vagy valaki hoz egy ötletet, és azt tovább formáljuk. Mindenféleképpen több koncertezés, tervezzük azt, hogy azért ez még több helyen tudjon, még szerteágazóbb területeken tudjon megszólalni, és egyre színesebben, és ezekhez ugye azok is kellenek, hogy mi közösen új és új dalokat írjunk. Igazából ez az, ami fontos most a jövőre nézve. Szépen köszönjük! A következő percekben Farkasné dr. Piknicki Katalin oszt meg hasznos információkat és jogi tudnivalókat a gyermektartás kérdéséről. Köszöntöm a Kistelek TV nézőit! Farkasné dr. Piknicki Katalin ügyvéd vagyok. A mai jogi percekben a gyermektartásról lesz szó. A gyermektartás egy sokakat érdeklő és sokakat érintő jogi kérdés. Ha egy házasságválással vagy egy élettársi kapcsolat annak megszakadásával ér véget, a közös gyermekek tartását rendezni kell. Sok kérdést szoktak hozzám intézni a gyermektartással kapcsolatban. Ilyenek, hogy mennyi a mértéke, hogyan szabályozzák, és hogy meddig kell fizetni. Sok esetben szerencsére a szülők meg tudnak egyezni a gyermektartás mértékében a gyermek szükségleteit, és a szülők keresetét is figyelembe véve. Ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor értelemszerűen
a bíróság fog dönteni a gyermektartásdíj mértékéről. A különélő szülő az elköltözés pillanatától köteles, mivel már nem él vele, elsősorban pénzben tartani a gyermeket. Gyermektartást nem a bírósági ítélet meghozatalától kezdődően kell fizetnie a különélő szülőnek, hanem az elköltözés pillanatától, hiszen a gyermektartása körében a különköltözés és az ítélet meghozatala közt is merülnek fel költségek. Sok esetben látom, főként inkább a szülők rossz viszonya okán, hogy a különélő szülő gyakran kibúvót keres, hogy ő nem akar, nem hajlandó, és itt az akar és a hajlandó szavakat hangsúlyozom, gyermektartást fizetni az anyának vagy az apának. Fontos tisztázni, hogy a gyermektartás fizetése nem akarás és nem hajlandóság kérdése. Az a különélő szülő kötelezettsége. A másik tisztázandó kérdés, hogy azt nem a másik szülőnek, hanem a szülő útján a gyermeknek az eltartására kell fizetni. Mi a helyzet, ha kevés a különélő szülő jövedelme? A gyermektartásról a polgári törvénykönyv családjogról szóló 4. könyve rendelkezik az alábbiak szerint. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. Tehát a kevés jövedelem ellenére a gyermeket tartani kell. Magyarul a szülő nélkülözhet, a gyermek nem. Ezzel a szabállyal védi a kiskorú, magát eltartani nem képes gyermeket a PTK, hiszen minden gyermeknek joga van olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, értelmi, erkölcsi fejlődését. Fontos megjegyezni, hogy a tartási kötelezettséget nem csak a polgári törvénykönyv írja elő, hanem a tartási kötelezettség elmulasztását a büntető törvénykönyv akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A polgári törvénykönyv kimondja, hogy a kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell, azaz azt, hogy nem tudja magát eltartani. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is legfeljebb a 20. életévének betöltéséig érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A tovább tanuló, nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha a szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell. De mi a módja a gyermektartásnak? A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti. A természetbeni tartását biztosító szülő esetében figyelembe kell venni a gyermek élelmezését, lakhatásának biztosítását, a lakhatásból adódó kiadásokat, azaz a gyermekre eső rezsit, a gyermek ruházkodását, taníttatását, egészségügyi ellátását, betegség esetén a kezelésével járó pénz és idő ráfordítást, az ápolásból a gondozó szülőnél keletkező táppénzes állományból adódó keresetkiesést, és azt a többletmunkát és időbeli elfoglaltságot, ami a gyermek ellátásával jár. A természetbeni tartás valójában a gyermekről történő fizikai gondoskodást jelenti. A természetbeni tartást nem lehet összegszerűsíteni, és nem lehet forintosítva szembeállítani a különélő szülő pénzbeli tartási kötelezettségével. A különélő szülő elsősorban pénzben köteles teljesíteni a gyermektartást. Azaz a különélő szülő pénzbeli hozzájárulásával köteles biztosítani a felmerő kiadások ráeső részét.
Nincs kizárva, hogy a különélő szülő részben természetben is biztosítsa a gyermek tartását. Ilyen természetbeni tartás valósul meg például a kapcsolattartások alkalmával, de nagyon fontos, hogy ez nem számolható el tartásdíj részeként, például a közös fagyizás. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem számolható el a gyerektartás összegébe a gyermeknek alkalomszerűen vásárolt ajándék, továbbá a gyermektartás összegébe a kapcsolattartás időszaka alatt a gyermekre elköltött összeg sem. Közös kirándulás, ruházkodás, élelmiszer, nyaralás költsége. És fontos, hogy abból nem vonható le a másik szülővel szemben fennálló követelés, így a másik szülő telefonszámlája vagy tévé előfizetése. A lényeg, hogy a gyermektartás összegét hiánytalanul kell megfizetni, abból nem lehet levonni semmit. A szülők megegyezése esetére a PTK az alábbiakat mondja ki a gyermektartásról. A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatása tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyesség esetén a bíróság jóvá hagyja. Az eszerinti megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények előre nem látható lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt. A szülők belátásuk szerint megállapodhatnak a gyermektartásdíj mértékében és a fizetés módjában is. Az egyesség jóváhagyása előtt a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a felek által megállapított tartásdíj mennyiben elégséges a kiskorú megélhetéséhez, illetve mik azok a körülmények, amelyeket a szülők a megállapodás megkötésekor figyelembe vettek. Ha a szülők által tervezett egyesség a gyermek érdekével ellentétes, azt a bíróság nem hagyhatja jóvá, és hivatalból kell bizonyítást lefolytatnia a szülők jövedelmi, vagyoni viszonyainak feltárása és a gyermek tényleges szükségleteinek megállapítása tárgyában. A gyermektartás összege bírósági meghatározása körében a jogszabály az alábbiakat mondja ki. Tehát arra az esetre, hogyha a szülők között nem jön létre egyesség. A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság fog dönteni. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit, mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét, a szülők háztartásában eltartott más, saját, mostoha vagy nevelt gyermeket, és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli. A gyermek saját jövedelmét és a gyermeknek és rátekintettel az őt nevelő szülőknek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és tanítatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj
kellő előrelátás mellett sem biztosítja a tartásra kötelezett, e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. A tartásdíj összegét gyermekenként, tehát minden gyerekre általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére tekintettel kell figyelemmel kell lenni. A gyermektartás összege. A gyermektartás összege meghatározása során a bíróság köteles feltárni a gyermek indokolt szükségletét, ami nagy mértékben befolyásolja a gyermektartás összegét. A bíróság által meghatározott gyermektartás összege nem haladja meg a gyermek indokolt szükségletét. Ez mit jelent? Az átlag életszínvonal feletti igények nem tartoznak a gyermek indokolt szükségletei körébe. Abban az esetben viszont, ha a szülők életközösségének fennállása alatt például a sportoló vagy valamilyen művész gyermek fejlesztése indokolta a rendszeres, akár külföldi edzőtáborokat, versenyeket, az ezzel felmerülő költségeket olyannak kell tekinteni, amelyeket a szülők a továbbiakban is viselni kötelesek. Az átlagon felüli költséges elvárások finanszírozására azonban csak a kötelezett szülő önkéntes vállalása esetén kerülhet sor. Tévhit, hogy a bíróság a kötelezett egy éves igazolt átlagos jövedelme százalékában fogja meghatározni a gyermektartás összegét. A jogszabály nem úgy fogalmaz, hogy a jövedelem 15-25%-ának kell lennie a gyermektartás összegének. Azt mondja, hogy általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-a. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a 15%-tól kevesebb, vagy a 25%-tól több is lehet. A kereset mellett a bíróság a gyermek szükségleteit is vizsgálja. Ha a külön élő szülő jövedelme például havi 1 millió forint, aminek a 15%-a 150 ezer forint, de a gyermek indokolt szükségleteinek összege összesen 80 ezer forint, a bíróság nem fog a gyermektartás összege vonatkozásában 150 ezer forintot meghatározni. A valóságban ez úgy néz ki, hogy az egyik szülő általában próbál minél magasabb indokolt szükségleteket igazolni, ezzel szemben a másik szülő a gyermektartás minél alacsonyabb megállapítása érdekében még a valós költségeket is vitatja. Mindenkit, akit érint a kérdés, fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy a bíróság pontosan tudja, hogy átlagosan milyen összeget tesz ki egy gyermektartása. A bíróság tökéletesen tisztában van azzal is, hogy a tartásra kötelezett szülők hogyan szoktak trükközni az igazolt jövedelem csökkentésével. Tisztában van azzal is, hogy az emberek milyen területen általában mennyit keresnek. Nem először találkoznak a valótlan minimálbéres bejelentéssel, vagy azzal, hogy éppen a per előtt szűnt meg a fél munkaviszonya, vagy hirtelen a per megindítása hírére lecsökkent a különélő szülő munkabére. Mire lehet fordítani a gyermektartás összegét? Mivel a gyermektartás díj összege a gyermek tartására szolgál, ezért a gondozó szülő köteles azt a gyermek szükségletére fordítani. De fontos megjegyezni, hogy nem köteles annak felhasználásával tételesen elszámolni, azaz nem kell elrakosgatni a boltban kapott blokkokat. Összegzésképpen annyit mondanék még el, hogy a gyermektartása a szülők egyik legfontosabb kötelezettsége, és akkor is fennáll, ha a szülő nem él együtt a gyerekkel, vagy haragban van a másik szülővel. Köszönöm a figyelmet! Az augusztusi hosszú hétvégén tartották az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Magyarok Országos Gyűlését. A négynapos rendezvényen stábunk a vidéki jövője sátor előadásaiból válogatott.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, tartja a régi mondás, Harangozó Imre néprajzkutató előadásában rávilágított a kultúra, a világnézet és a tájhasználat összefüggéseire. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Vidék Jövője sátor második napján, ami azt jelenti, hogy a vízről lesz szó a mai nap folyamán végig, de természetesen azt már megállapítottuk tegnap és a tavaly napján, hogy minden mindennel összefügg, tehát a szerves műveltség, a szerves talaj, a szerves tájgazdálkodás is, és ezt szeretnénk hirdetni itt a Mogyon, a Vidék Jövője sátorban. És hát ehhez a mai nap kezdéséhez szerintem nem találhattunk volna jobb embert, mint Harangozó Imrét, aki a szerves műveltségnek igencsak nagy tudója, és azt kértem tőle, hogy meséljen, tehát hogy nem egy hagyományos előadás lesz, hanem az ő kellemetes stílusában már is hallhatunk a vízről, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretettel is meglepetten köszöntök minden kedves jelenlévőt. A meglepettség annak szól, hogy a korai és vasárnapi időpontnak megfelelően arra gondoltam, hogy 3-4-en leszünk, és ehhez képest nagyon sokan vagyunk, és köszönöm ezt a figyelmet, köszönöm a jelenlétüket. Fél órás időtartamot kaptam, ami borzasztóan és fájóan kevés, de hát megpróbálom úgy összerendezni a mai mondandómat, hogy a délutáni alkalomra teljesen más jusson, mint erre az indító kis előadásra, közös gondolkodásra. Hát valóban a víz az egyik kulcs szereplő. Egy olyan területen vagyunk, amit legalább egy hónapos, szinte teljes aszály jellemez, bárha az éjszaka volt is néhány cseppnyi eső, csak az én életemben itt... Tessék, komoly eső volt itt? Nálunk Békés megyébe csapadéknyom, így mondják a szakemberek, csapadéknyom volt az éjszaka, de, bocsánat, 35 perces eső sem segít semmit. Az én életemben, ezen a vidéken 7-10 métert, még egyszer mondom, 7-10 métert esett a talajvíz az elmúlt 50 évben. Tehát 7-10 méterrel lejjebb van a talajvíz, mint normálisan a 60-as, 70-es évek fordulóján volt. A víz, a Bibliából tudjuk, hogy a legelemibb, legfontosabb őselem. Ugye úgy kezdődik a Biblia, csak hogy ismételjünk, hogy kezdetben a föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát ez a teremtés előtti állapot, Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát a víz, mint létezés nem teremtett, hanem a teremtést megelőző állapothoz tartozik. És ez a víz lesz az élet forrása. Fogalmazhatunk úgy, hogy Isten struktúrát teremtett a káoszban, rendet rakott, szétválasztotta a földi és égi vizeket. Egészen megdöbbentő az, hogy a Biblia teremtés leírása mennyire rímel, képes formában mennyire azonos azzal a természet tudományos közelítéssel, amit az utolsó 200-300 évben a tudósok végig gondoltak a föld, a világ, az élet miben létével kapcsolatban. És most, amikor tényleg elképesztő problémák vannak a világban, én úgy gondolom, hogy az a természeti probléma, amivel szembenéz az emberiség, az tulajdonképpen egyfajta visszhangja, egyfajta reakció arra a spirituális, szellemi, társadalmi krízisre, amiben a mai élő emberiség él. Érdemes végig gondolni, hogy egy közösséget mi tart össze. Tehát legalább három köteléket említsünk meg. Mi magyarok vagyunk itt a Kárpát-medence közepén, szeretünk a mi kis világunkból kinézve értékelni dolgokat. Sokszor eszembe jut Tompa Mihály verse a gólyához, talán ismerik, bár tudják, hogy Tompa Mihály miért nincs a köztudatban Petőfivel és Arannyal egy szinten. Mint költő egy szinten volt vele. És én abszolút megdöbbenek naponta,
mert Tompa Mihály egyetlen dolog miatt írták ki a magyar irodalomtörténetből, ő egy református lelkész volt. És Rákosi Pajtás és cimborái úgy gondolták, hogy mégse lehet tanítani egy református lelkészt. Ennyi. Kiírták a történelemből, és a 90-es rendszerváltozás után senkinek nem jutott eszébe visszaírni. Tehát egészen, egészen extrém dolog. Szóval azt írja Tompa, akkor, amikor tulajdonképpen azt gondolták pillanatokig, hogy nincs és nem is lesz Magyarország, a világosi fegyverletétel és az azt követő nagyon zavaros bakrendszer eleje időben, hogy a üzenve a Törökország felé menekülő hazánk fiainak, hogy mondd el nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. A kévét összetartó három kötelék a következő. Az egyik a közös kommunikáció. Ezt mondhatnánk úgy, hogy közös nyelv, de sokkal több ennél, mert közös vizuális kommunikáció, közös érzelmi világ, gondolkodás, és így tovább. A második kötelék az a közös világkép, alap, kozmogónia, hogy van valamilyen képünk a világról. Én nagyon régen tanítok, és látom azt, hogy mennyire nincs ma világképe az embereknek. Azt mondták valamikor a mi gyerekkorunkban, vagy még kicsit korábban is, hogy hát az embereknek jó lenne, a tudományos világképe lenne, de hát a tudományos világkép az nem jött össze, a hagyományos régi keresztény világképet pedig sikerült összetörni. Tehát igaziból az emberek jelentős részében egy tökéletesen következetlen zagyvaság van, amiben vegyül a misztikum és vegyül a tudományos világkép, de igaziból nincs világkép. A régi embereknek közös világképük volt. Én most a közelmúltban alig egy hónapja 10 napot töltöttem Grúziában, és egészen megdöbbentem, látva az ottani csodálatos templomokat. Gondolják végig, hogy a 3.-4. századtól vannak templomok. Hogy mennyire egységes volt Európa világképe. Grúziától, Örményországtól kezdve, egészen a mai Franciaországig, Finnországig és le Szicíliáig. Volt egy egységes világképünk. Na, ez tökéletesen összetört. Ennek az egyik legszebb példája az az, hogy sokszor mondják Magyarországra azt, hogy Kelet-Európa. De Tbilisi az pontosan ugyanannyira van Budapesttől, mint Párizs. Mi Kelet-Európa? Tbilisi Európa. Az örmények, a grúzok európai emberek, az ottani albánok európai emberek. Miről beszélünk? Kelet-Európa, Közép-Európa. Szóval ez mutatja, hogy teljes a zavar. Tehát emlékeznek? Közös kommunikáció, közös világkép, gondolkodás, a világ miben létének megfogása, és a harmadik kötelék, az pedig a közös származás tudata. Még egyszer hangsúlyoznom kell, vagy mindenképpen erőteljesen el kell mondani, hogy nem a közös származás. Mert amikor azt mondjuk, hogy a közös származás az a lényeg, akkor azt úgy hívjuk, hogy nácizmus, meg fasizmus, amikor megpróbálják a nyomorultak vér szerinti származás. Gondoljuk már végig. Én Békés megyei vagyok, Békés megyébe mi ott élő magyarok, tótok, oláhok, zsidók egy nép vagyunk. Ha megnézzük a kultúránkat, közös kultúránk van. Ez a haza, ez olyan haza volt, ami közös haza volt. Nem véletlenül írja Zrínyi Miklós, hogy horvát vagyok, tehát magyar. Ha elmegyünk Firenzébe, az ottani egyetem körfolyosójának mennyezetén az egykori diákok családi címerei vannak, és a címerek között ott van mindegyikre oda van írva a családnév, és Hungarus, a magyar diákok, Hungarus. És ilyen nevek, hogy Lehocki. És lehetne sorolni a teljesen felvidéki tót neveket. Tehát ők magukat Hungaruszként élték meg. Gondoljuk végig, hogy mi történt akkor, amikor elvágták ezeket a kötelékeket. Tompa Mihály igazsága, mint oldott kéve hullott szét nemzetünk. Most mi köze ennek a vízhez?
A víz az élet alapja. Mi köze van ennek ahhoz, hogy itt nagyon sok métert zuhant a talajvíz? Amikor az emberi kultúra, civilizáció megrogyik, önmagába omlik, akkor ennek a legközvetlenebb természeti hatásai vannak. Nézzék meg, hogy mit művel a Nyugat-Európában divatos zöld mozgalom. Tehát a legfőbb problémát annak vélik, hogy a tehenek, meg a kisbocik, meg a kisbabák kifingják az ózonjukat. Láttak már önök olyan tiltakozó mozgalmat, ami az ellen tiltakozik, hogy az ukránok vagy az oroszok elsüllyesztettek egy-egy tankerhajót? Hogy hónapok óta égnek olajfinomítók? Én azt gondolom, hogy egy olajfinomító, ha ég, az nagyobb környezeti kárral jár, mint a kisbaba vagy a kisboci. Hát persze, hát a lő iszonyatos mennyiségű, ipari méretű lőszerrobbantás. És gondolják végig, hogy mióta él az ember mondjuk ezekkel az állatokkal együtt. És hogy mondjuk a mai Mongóliának, ahol jelentős mondjuk a szarvasmarha állomány, mekkora felelőssége van abban, hogy környezetpusztító gázok kerülnek a légkörbe. És mondjuk milyennek a viszonya mondjuk a gumigyárakéhoz, és lehetne sorolni, hogy milyen gyárakéhoz. És ez a mozgalom, ez úgy véli, hogy a kisbabákkal és a bocikkal van probléma. Ez a mozgalom egyszer nem mondja azt, hogy ami kicsi, szép. Hogy az önellátó gazdálkodás, a helyben termelt gyümölcs, zöldség, az jó. A helyben tenyésztett állatok, a ház körüli állatok tartása és azok fogyasztása jó. Nemrégen, egy pár évvel ezelőtt, két barátom, ismerősömmel találkoztam, két teljesen különböző társadalmi rétegből jöttek. Az egyik egy magyarországi vidéki fiatalember volt, a másik pedig egy Amerikában élő magyar operaénekesnő. Tehát semmiféle metszet nincs a két társadalmi réteg között. És véletlenül egy héten belül mindkettővel hosszabbat beszélgettem, mind a ketten vegánok. Szó szerint ugyanazt mondták. Elnézést kérek, ez a program, ez a mozgalom, ez a mai kommunizmus. Nem, tehát nem mondhatja egy amerikai nagyvárosban élő 50 éves hölgy és egy alföldi faluban élő 20 éves fiatal szó szerint ugyanazt, ha nincs mögöttük ideológiai program. Ha nem diktálják nekik. És tudják, mi volt a probléma? Hogy hát nem szabad húst tenni, meg áll, és ez a fiatal ember, aki egy meglehetősen szűkös anyagi körülmények között él, amikor kapott egy kiló helyi termelésű mézet ajándékba, akkor kiment a parkba és kikente a fákra, hogy adjuk vissza szegény méhecskéknek. Kedves barátaim, Közép-Európában, a világban rendkívül jó az ellátás totális idiótákból. Tehát, bocsánat, próbáltam neki elmondani, éppen munkatársam volt, hogy barátom, hát gondold végig, az állatok egy jelentős része olyan szinten háziasított, hogy az ember létezése nélkül képtelen lenne megélni. Talán hallották ennek a híres birkának a történetét, aki Ausztráliában elveszett valahol a nyájtól, és akkorára nőtt a gyapja, hogy már úgy találták meg halálosan lefogyva, hogy nem bírt járni, mert nem ért ki a kis lába a gyapjából. Mert ezek a juhok olyanok lettek az ember tevékenysége nyomán, hogy rendszeresen nyírni kell őket. És az ember beavatkozása nélkül ők életképtelenek. Olyan teheneket tenyésztettünk ki, ami sok tejet ad. Ha az ember nem fejné meg, ő elpusztulna. De a nagyszüleim tökéletesen éltek ezzel a lehetőséggel, és boldog teheneik voltak, és emlékszem rá, hogy nagyanyám hogy fejte a tehenet, és én meg, mint 6 éves jól lakott napközis, hogyan ittam meg azt a friss, habos tejet, amit öreg anyám kifejt. Mert ez jó. Az ember képes élni úgy a világban, hogy együtt lüktet, együtt él annak a belső rendjével. És emlékszem, nagyapám vadász volt, és
akkor, ha megszomjaztak a vadászok, ha láttak egy patanyomot vagy egy tehénnyomot, gondolkodás nélkül abból ittak. Azt mondták a régi öregek, hogy igazi jó balatoni halászlevet, vagy dunai halászlevet, vagy tiszai halászlevet, ha már itt vagyunk, nem lehet főzni, csak a Tisza, a Balaton és a Duna vizéből. Most ez jelentene bizonyos problémát, ha ebből főznénk a halászlevet. 19. században van egy nagyon izgalmas leírás Békés megyéből, ahol tudják, hogy a Békés megye északi része, a Körösök vidéke volt a Sárrét. Gyakorlatilag a Balaton négyszeresét kitevő, szinte állandó vízállás volt, Gyuláról el lehetett jutni Nagyváradra hajóval. És amikor jöttek a vízimérnökök, hogy lecsapolják ezt a hatalmas mocsárvilágot, maradt egy följegyzés, azt hiszem Szűcs Sándor idézi, hogy a helyi pálkászokat fogadták föl, mint helyi ismerettel bíró embereket, és mennek a csónakon, és egyszer észreveszi a vízimérnök, hogy sodrása van a víznek. És megkérde az öreget, hogy bátyám, ez melyik folyó már? Az öreg előveszi az ivócsanakját, megmeríti, ez már a Berettyó, a íze alapján. Tehát gondoljuk végig, hogy ilyen minőségű vízi világunk volt abban a sivatagban, ahol most élünk. Középkori nyugat-európai utazók leírják, hogy Magyarországon nem halásznak, hanem beállnak szekérrel és gombos villával dobálják ki a halat. Nem ismerték az ártéri gazdálkodást, ahol ugye fokrendszer volt, a fokokon, ahol a áradáskor, a zöldárkor a folyó kilépett a megszokott saját medréből, oda karókat ütöttek le a pálkászok, a halak kimentek ívni a sekélyebb öntésterületekre, ahol melegebb volt a víz, jobb volt az ivadéknak a feltétel, és amikor csökkent a víz, akkor a halak ösztönösen tudták ezt, és jöttek vissza a fősodorba, a mederbe. Igen ám, de a karók a nagy halakat nem engedték vissza, a kicsi halak vissza tudtak jönni. És mivel ezt a helyiek tudták, hogy mikor kell odaállni, akkor beálltak szekérrel, és a nagy halakat onnan gombos villával földobálták a szekérre. Elképesztő halgazdagság, és fajgazdagság jellemezte az Alföldet. Na most jött a 18-19. Század, nekem a kedvenc történelmi megfogalmazásom az a Neoakvisztika Komisszió. Ez pontosan azt jelenti magyarul, hogy új szerzeményi bizotmány. Most gondoljuk végig, hogy amikor kiűzik a törököt, Magyarországon olyan hatalom van, ami ezt a területet új szerzeményként éli meg. Nem a hazáját szabadította föl, hanem ez egy új szerzemény, ebből következően szabadrablás van. Az én szülőmegyémben, Békés vármegyében ma is az egyik legfontosabb iskola központot Harukken János György iskola központnak nevezzük. És tartjuk a kapcsolatot Harukken János György szülőföldjével. Egy apróság, Harukken János György a Habsburg hadak udvari szállítója, 3 vagy 4 vízimalomért Pest megyei, Buda környéki vízimalomért cseréli el az egész Békés vármegyét. Majd van egy jó ötlete, elkezd régiséget gyűjteni, ez idejött idegeneknek nagyon kedves szokása, bejárja az egész megyét, az ő, nem ő, hanem a küldöttei, és az ott élő, elszegényedett, nyomorgó emberektől fölvásárolják a középkori okleveleket, fillérekért, mint értéktelen kacatott régiséget. Majd Mária Terézia korában kijön a rendelet, hogy középkori birtokot csak eredeti oklevelek birtokában tarthatsz meg. Na most a Harukken János György egy nagyon kedves ember, szakembereket alkalmaz, akik a középkori oklevelekből kivakarja pengével a középkori beírt neveket, ugye amikor a területeket felsorolják, hogy ehhez, ahhoz, amahoz, az uradalomhoz, mely területek tartoznak, és mivel sokszor az udvari kancellár elég ritka betűkkel írta, annyi területet ír be, amennyi belefér. Még egyszer elmondom, ma erről az emberről nevezték el a megyei oktatási központot. Tehát könyörgöm egy... És történnek perek Békésvár megyében, például Körös Ladányban egy helyi birtokos család
pereskedik a harukkernekkel, a per 80 évig tart. Majd a magyar család elveszti, Nadányi családról van szó. Elveszti a pert, mert ugyan föl tud hozni eredeti okleveleket, de ezek az oklevelek nem a 12.-13. századi oklevelek, hanem annak 100-150 évvel későbbi hiteles másolatai. És hát közlik, hogy hát ez mégse jó, mert hát az eredeti kellett volna. Magyarország, bocsánat, most itt teszek egy zárójelet. Van egy magyar, a magyar gondolkodás egyik sajátja, a szentelő hősök sora. Hát most éppen Ópusztaszeren vagyunk, ahol a szentelő hős adott esetben Árpád fejedelem, aki itt állt meg, és tartott egy szert. Nagyon fontos dolog, hogy teljesen legyünk, függetlenítsük magunkat attól, hogy ezek a történelmi események, hogy Rákóczi Ferenc itt pihent, meg Petőfi Sándor itt reggelizett, nem tudom én, Mátyás király itt van a hegygyomrában és várja, hogy vissza kelljen térni, ezek nem okleveles, nem történeti események, hanem a magyarság mitikus történései. Szóval hogy jutunk el Attilától, aki az Isten ostora, a virág fejedelme, hogy jutunk el Rózsa Sándorig és a magyar betyárvilágig, akik, bocsánat, magunk közszólva, valóban, hát mondjuk ki, rablók voltak, közöttük sokan rablógyilkosok. Most itt szándékosan enyhítettem, hogy sokan, hogy nehogy Rózsa Sándorra gondoljunk, de azért éppen a Rózsa Sándor alvezére Veszelka Imre családjából egy hölgy fantasztikus családi történeteket írt le, ezt azért ajánlom figyelmükbe, mert hát neki is voltak érdekes viselt dolgai. De hogy jutunk el? Hát a Nadányi családig, hogy olyan a közhatalom, olyan az igazságszolgáltatás, ha ez nem csúfolkodás, hogy igazságszolgáltatás Magyarországon, hogy bocsánat, a betyárokban látjuk meg a magyar virtust, a magyar életszemléletet és szabadságot. A rablóban. Mert olyan kegyetlenül és olyan leplezetlenül hamis és részrehajló a hivatalos igazságszolgáltatás. Egyetlen egy dolog, hogyha 1849-ben, ugye ez egy abszolút történelmietlen fölvetés, 1849-ben nem kell letegyük a fegyvert, és valamilyen módon pontosan az folytatódik 49-ben, ami 1867 után lesz, akkor ma abszolút nem hasonlítana a gimnáziumi történelem könyvünk a maihoz. Tehát, bocsánatot kérek, nem az lenne a magyar történelem. És még egyszer, hogy kötöm ezt a vízhez? Öntsünk tiszta vizet a pohárba, mondja a magyar közmondás. Tehát erről van szó. A tiszta víz, a víz az az élet forrása. És hát látják azt, hogy szinte tudatosan elvágják azokat a szálakat, azokat a kötelékeket, ami ezt a nemzeti közösséget egybetartja. Már korábban, a 18. században elvágták azt, ami ehhez a nemzetközösséghez tartozó nem magyar ajkú állampolgárainkat ide fűzte. Tehát erről van egy előadásom és egy félórás időtartamban nem lehet erről beszélni. Azzal a címmel írtam, illetve tartottam meg ezt az előadást, hogy Gens Fidelissima, a leghűségesebb nemzet. Rákóczi Ferenc nevezte így egy oklevelében a ruszinokat. De ha megnézzük a Rákóczi szabadságharc történetét, akkor látjuk azt, hogy a magyarokkal Rákóczi oldalán együtt harcolnak a szlovákok, együtt harcolnak az erdélyi románok, együtt harcolnak tulajdonképpen az együtt élő nemzetek. Ezt ismeri föl a Habsburg udvar a 18. században, és mivel éppen ez a század, amikor egyfajta nemzeti öntudatra ébredés van, akkor elkezdi pénzzel, paripával, fegyverrel a magyar nemzettudattal szemben megfogalmazni a Magyarországon élő nemzetiségek öntudatát. Például az 1784-85-86-ban lezajló erdélyi mócvidéki felkelés, az egy ilyen.
Hórea Kloszka Prizsán. És nem veszik észre a drága nemzetiségeink, hogy a jutalmuk az pontosan ugyanaz lesz, mint a magyar nemzetnek szánt büntetés. És ez több lépcsős. Ha elmegyünk, most én el tudnám önöket vinni egy képzeletbeli turistaútra, vagy tanulmányútra, akkor Dél-Bihar, Dél-Kelet-Bihar, Arad, Hunyad megyében 2-3 napig tudnánk úgy faluról falura menni, hogy középkori együttélő közösségek falujába járunk, ahol adott esetben a templomban ott van fölfestve, mondjuk a templomban az egyik oldalon, az északi falon katolikus típusú freskók vannak, a déli falon pedig ortodox freskók. És a freskóra ott van fölfestve Szent Imre, Szent László és Szent István király. De nem a katolikus oldalon, hanem adott esetben az ortodox oldalon. És ezekben a falvakban ma nem él magyar lakosság. Nagyon sok faluban az utolsó 5-10-20-30-50 személy az elmúlt 30-40 évben tűnt el. Mert ez az időszak is olyan időszak, csak a ma Romániához tartozó egykori magyar területekről az elmúlt 30 évben 600 ezer magyar ajkú polgár tűnt el. Azért nem föltűnő ez borzasztóan, mert ugyanilyen arányban tűnnek el a románok is, mennek ki Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, mindenhová. Tehát sok helyen arányában még nő is a magyarság. De ez nem befolyásolja azt, hogy az 1990 körüli erdélyi 1 millió 600 ezer magyarból éppen csak meghaladja az 1 milliót a mai. Nem is jó szó ez, hogy erdélyi romániai magyarság. Azért nem jó, ez is sokszor nemzeti érzelmi barátokkal is szoktam vitatkozni. 1920-ban, amikor megkapják ezt a 103 ezer négyzetkilométeres területet, akkor román kormányzati propaganda épül arra, hogy az egész területet nevezzük Erdélynek. Hogy felejtsük el azt, hogy van Máramaros, hogy van Szatmár, Bihar, van Parcium, van Bánát. És ilyen sztereotíp kép él bennünk, és mi sokszor Erdélyt szerető magyarok átrohanunk a Székelyföldre, bihari, aradi, szilárdsági magyar falvak mellett úgy, hogy azt se tudjuk, hogy élnek ott magyarok. Bánáti falvakban tapasztaltam, hogy sírva mondják azt, hogy hozzájuk soha senki nem ment még. És hát a fiatalság természetesen onnan is elmegy. És 10-20-30 év múlva nem lesz magyar, egykor magyar többségű falvakban. Tehát, de hát ugye erről akár beszélhetünk is, de hasonló a helyzet a történelmi Magyarországon maradt békési bihari falvaiban is. Az én szülőfalumban, Újkigyóson, ahol 1990-ben 6000 lakos élt, most kiszámolták, hogy 5000-en vagyunk, de a valóság az, hogy 4000 körüli. Tehát 30 év alatt 2000-rel fogyott a település lélekszáma. És akkor gondolkodjunk el, hogy hogyan tovább. Mondjuk eleget azt, hogy a kicsi szép. Mondjuk eleget azt, lejárt az időm? Kedves barátaim, engedjék meg, hogy készültem egy verssel, ezt szeretném elmondani. 3,5 percet fogok kérni. Látják, hogy eljutottam odáig, hogy elmondtam az előadásom bevezetőjét. De nem akarok pessimista véget ennek a rövid előadásnak, ezért most egy picit pessimista verssel kezdek, de a végére mondok egy optimistábbat is. De majd látják, hogy annak is elég szomorú vége van. Az első egy saját vers. Tudják rólam, hogy sokat jártam Moldvába, a moldvai csángó magyarok közé. Van egy moldvai csángó népcsoportunk, az északi csángó, és itt emlékezzünk egy kis főhajtással arra a költőre, aki egyedül a magyar történelemben északi csángó nyelvjárásban írt verseket. Éppen most, ezekben a napokban emlékezhetünk rá, hiszen 50 évvel ezelőtt halt meg, Lakatos Demeterről van szó. És az ő szülőfalujában, illetve a szülőfaluja melletti faluban
ért benyomás, élmény alapján írtam meg ezt a szöveget. No, nusti ungureste, mi már nem erőszt tudunk, apókáink még tanácseltek, mi nem is akarunk. Néni Márika nincs honsz, már erőszem beteg, szérik a lába, a szüve, menjetek honnan jöttetek. A páter is kimondta kereken, hogy mükesz románok vagyunk. Nemes beszéltünk magyarul, tudja, mi korcsi túrák vagyunk. Olá kenyeret eszünk, bozgoroknak itten nincs szava. Hová menjünk, uram, mondja meg. Elfogyunk, mint a hódaska. Látja, Teszkányban még most nincs is egy is, ki beszélgetne magyarul. Mircses, Gyidafalva, Jugár, mind-mind olává alakul. Vagy egyszer, néha, de igazán ritkán, mikor szemtül le az áldott a mezei munkák után, mély álomban még álmodunk. Tetszik olyankor a vín mámám, bunikámnak a bunikája. Nem ura, a vín vagyok már én is, de jű álmomban az édesanyám. Szűk beszélnek, sze filemvel hallom, sz értem a szót, az édesszet, szólnak vala az Úristenhez. Műatyánk, szenteltessék-e te neved. És akkor egy fájdalmasan korán elment Szegeden élő költő Baka István versével zárom. A versnek az a címe, hogy Székelyek. Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szélbölcső dalában, holnap ki tudja már, kik voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát, vásznaikon az elkaszált rét nekünk pompázik tovább. Űzhetnek, minket jégveréssel szögezette földhöz az Úr, hol sírok kopjafái vívnak, miértünk múlhatatlan. Szövetkezünk, hogy megmaradjunk, oltár az asszonyok öle, átlobban öleléseinket Isten teremtő gyönyöre. Ringunk a szél bölcső talában, már borzolódnak a kövek, villámlik, stébolyult vigyorral rándulnak újra az egek. Kedves barátaim, hát azt ígértem, hogy persze optimistán vége lesz, de ez a stébolyult vigyorral újra ránduló egek, ezt lássuk be, hogy bár jogos ebben a világban, ahova Párizsban szabadon belovagol a sátán, de az, hogy évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk, ez olyan alapigazság, és az a remény, hogy átlobban öleléseinket Isten teremtő gyönyöre, hogy bízunk benne, hogy van tiszta víz a világban, hogy lehet tiszta vizet önteni a pohárba, és a Jóisten adja meg, hogy a józan eszünket és az egyszerű paraszti szívünket meg tudjuk őrizni, és meg tudjunk maradni annak, akiknek születtünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer köszönöm, hogy ilyen sokan jelen voltak. Önök a heti mozaikot a Kistelek Városi Televízió közéleti magazinműsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!